Ahogy arról korábban beszámoltunk, egyik éjjel hatalmas robbanás hangjára ébredtek Szelevény település lakói. Egy helyi nő, mint később kiderült, így akart véget vetni saját és a gyermeke életének. Az anyát és a lányát a katasztrófavédelem munkatársai menekítették ki a romok alól. Testük 50%-a megégett a tűzben. Az anya ezidáig orvosi kezelésre szorult. A napokban hagyhatta el a kórházat. A Jászlóni-Kunszolnok vármegyei főügyészség minősített emberölési büntetének kísérlete miatt indítványozta egy 51 éves nő letartóztatását, aki a rendelkezésre álló adatok szerint 2024. május 11-én éjjel a Szelevényi családi házában az egyik konvektor gázadagoló szelepének nyomógombját lekötötte azért, hogy a saját és az ott tartózkodó kiskorú gyermeke életének véget vessen. A nő cselekményének következtében a légtér megtelt földgázzal, ezután robbanás és tűz keletkezett. A robbanás hatására az épület össze is dőlt, illetve a környező ingatlanok is megrongálódtak. A tűz és a robbanás következtében mind a gyanúsított, mind a kiskorú gyermeke életveszélyes sérüléseket szenvedtek. Szerencsére időben szakszerű ellátásban részesültek, ez mentette meg az életüket. Az ügyészség indítványa szerint a bűncselekmény kiemelkedő tárgyi súlyára, figyelemmel, az elkövetés jellegére, illetve arra is tekintettel, hogy ebben az ügyben 10-20 évig terjedő szabadságvesztés büntetés szabható ki, fennáll a veszélye a gyanúsított esetében a szökésnek, elrejtőzésnek, arra is figyelemmel, hogy jelenleg megfelelő lakóhelyel sem rendelkezik. A bíróság most elrendelte a nő letartóztatását, azonban a döntéssel szemben mind ő, mind a védője fellebbezéssel éltek, így a letartóztatás kérdésében végleges döntést a szolnoki törvényszék fog hozni.